Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Idén sem lehet petárdázni, 150 ezer forintra büntethetik azt, aki mégis megteszi. Tűzijáték, akár 60 ezer forintot is elkölt egy baráti kör pirotechnikai eszközökre. Lakástüzek, 147 eset történt és 4 halálos áldozatot követeltek a lakástüzek az évben. Szilveszter, a legtöbben családi körben búcsúztatják 2019-et Tolna megyében. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Idén sem lehet petárdát használni, aki mégis megteszi, azt 150 ezer forinttal bünteti a hatóság. A kínálat azonban még így is óriási a tűzijáték piacon. A rendőrség viszont óvatosságra int. Néhány napja készült ez a videó. A rendőrség munkatársai azt mutatják be vele, milyen sérüléseket tudnak okozni a szilveszteri tűzijátékok. Hiába veszélyesek ezek az eszközök, az év utolsó éjjelén rengeteg fogy belőlük. Tűzijátékot december 28-ától lehet vásárolni, de használni csak 31-én délután 6 és január 1-e reggel 6 óra között lehet. A tűzijáték árusoknak a rendőrség engedélyére van szükségük. Tolna megyében idén valamivel több mint 20-an kaptak ilyet. Van jó néhány szabály, amit fontos betartani ilyen. Akkor a pirotechnikai eszközök, illetve a tűzijátékok alkalmazásánál az egyik legfontosabb az, hogy csak olyan helyen vásároljunk ilyen eszközöket, akik engedéllyel rendelkeznek, és ezeknek az eszközöknek a használati útmutatója magyar legyen. Január 1-én reggel 6 óra után már tilos tűzijátékot birtokolni, ugyanis a szabálysértésnek számít. Ezért az ilyen fel nem használt eszközöket az árusok kötelesek visszavenni. Általában ott személyt nem fognak találni, viszont biztosan egy telefonszámot, amelyet, hogyha felhívnak és egyeztetnek a bódé üzemeltetőjével, akkor a pirotechnikai eszközöket vissza tudják díjmentesen váltani. Az árusok egyébként már évek óta arra panaszkodnak, hogy bár kötelező lenne, szinte senki nem visz vissza fel nem használt tűzijátékot. Dombóvárváros éve lesz 2020, hiszen ekkor ünneplik a várossá válás 50 éves jubileumát. Februártól november végéig tartó 10 hónapos rendezvénysorozattal készül az önkormányzat, mondta évértékelő műsorunkban Pintér Szilárd polgármester. A városvezető elmondása szerint 186 millió forintnyi szállítói tartozása volt Dombóvárnak hivatalba lépésekor. Ezek kétharmada lejárt tartozás volt, a maradék egyharmadnyi számlatartozás kifizetésére pedig nem állt rendelkezésre forrás. Számos megtakarítást hozó intézkedést bevezettek az elmúlt hónapokban, ennek is köszönhetően a polgármester szerint március végére rendezni tudnak minden adósságot. Nyilván továbbra is azt mondom, és ezt többször nyilatkoztam is, hogy kormányzati segítség nélkül valószínűleg ezen a helyzeten nem tudunk úrrá lenni. Napokban várjuk a határozatot, hogy mennyi támogatást kapunk. Reménykedek benne, hogy olyan összeg lesz ez, amellyel 2020-at nyugodt körülmények között tudjuk megkezdeni és tervezni. Petárdastopot kérnek az állatvédők a szilveszterre az óév búcsúztatáskor használt pirotechnikai eszközök erős hang és fény hatásai miatt. Az állatvédők és az állatorvos is azt hangsúlyozza, a hangos petárdázás és a tűzijáték az állatoknál sokkos pánikot okozhat, és félelmükben elszökhetnek otthonról, ezért érdemes nyugodt körülményeket biztosítani a számukra. Ha szilveszter, akkor tűzijáték és petárdázás. Régi hagyomány már az óév búcsúztatás e formája. Ám arról sokan megfeledkeznek, hogy az állatok ilyenkor mit élnek át, mennyire megijednek a pirotechnikai eszközök erős hang és fényhatásaitól. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 kilométert is képesek megtenni. A kutyák különbözőképpen reagálnak a petárdázásra. Van, amelyik elbújik a gazda mögé, van, amelyik bebújik a pincébe, az egérjukba is legszívesebben elbújna, van, amelyik meg világgá szalad. Érdemes nyugodt körülményeket biztosítani a kutyáknak, ez alatt nem csak a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet érti a szakember, hanem a gazdák magatartását. A legjobb figyelmen kívül hagyni az állatok félelmi reakcióit, mondja a szakember.
mert hogyha ráfigyelünk, vigasztalgatjuk, simogatjuk, akkor ezzel megerősítjük ezt a viselkedést. Egyes kutyáknál hasznos a vigasztalás, az azonnal látszik, hogyha ő megnyugszik, akkor érdemes vigasztalni, de a legtöbb esetben nem. Az állatorvos azt tanácsolja a házi állat tulajdonosoknak, hogy tegyenek elérhetőségüket tartalmazó bilétás nyakörvet az állatokra, a mikrochip pedig szintén jó, ha van az állatban, mert ha a kutyát, macskát megtalálja valaki, értesíteni tudja a tulajdonost. Ha pedig nagyon félős a házi kedvenc, akkor érdemes az állatorvos által ajánlott nyugtatószerről is gondoskodni. Tatán, Miskolcon, Esztergomban és Szentendrén egyébként elmarad az önkormányzati tűzijátékozás az állatok védelme érdekében. Megyeszerte jellemzően a korábbi években megszokott helyeken szerezhetők be az évvégi ünnepléshez a pirotechnikai termékek. Az árak és a trendek sem változtak a tavalyi évhez képest, még mindig rengeteget költünk pirotechnikai eszközökre, akár 50-60 ezer forintot is szán egy család vagy baráti társaság az évvégi tűzijátékra. First class, nagyobb telep, nagyobb lövészszám, nagyobb kaliber. Idén inkább ezek, meg vannak ezek a big boxaink, amik össze vannak állítva telepek, meg 100 lövéses telepeink, ezeket keresik inkább jobban. Tavalyhoz képest az idei szilveszteri ünneplés látványos és hangos kellékeire is többet költenek Tolna megyében, mondta ez az árus. Idén úgy vettük észre, hogy a közepes és a nagyobb telepeink mennek jobban. Jobban összeállnak szerintem a családok vagy baráti társaságok, és több pénzt szánnak nagyobb telepekre. Ez a család 15 ezer forintért vásárolt szilveszterre tűzijátékot. Ahogy mondták, három gyerekkel otthon maradva ezzel próbálják emlékezetessé tenni az új évet. Hát ami szépen, szép fényes és nem túl hangos, de próbáljuk a gyerekeknek kicsit emlékezetessé tenni. Nagy számban vannak olyan családi vagy baráti társaságok, akik akár 50-60 ezer forintot is otthagynak a tűzijáték árusoknál. Sokan azt hiszik, hogy szilveszterkor bármilyen tűzijátékot fellőhetnek, pedig ez nem így van. Magyarországon ugyanis négy kategóriába vannak sorolva a pirotechnikai termékek. Az egyes, kettest lehet egész évben magánterületen, a 36-ostól, amik piros színnel vannak jelölve, azokat csak szilveszter éjszakán. A fel nem használt vagy hibás harmadik pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a vevőnek 2020. január 5-éig vissza kell szállítani a forgalmazónak, aki ezt köteles térítésmentesen visszavenni. Minden évben több mint 100 lakásban csapnak fel a lángok Tolna megyében. Legtöbbször a tűzhelyen hagyott étel és az elektronikai eszközök miatt keletkezik tűz a lakásban, de a karácsonyi kellékek és a pirotechnikai eszközök is többször okoztak már tüzet. Idén 4 ember halt meg lakástűz miatt a megyében. Egy nemrégiben napvilágot látott statisztika szerint az elmúlt 8 évben közel 40 milliárd forint kártérítést fizettek ki a biztosítók Magyarországon a tűzesetek után. Az okok között az esetek döntő többségében 4 tényező játszotta a főszerepet, mondta Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Fő okok között az elektromos hibára visszavezethető tüzeket soroljuk az első helyre, ezért javasoljuk azt, hogy az elektromos rendszert az bizonyos időközönként vizsgáltassák fölül. Emellett a dohányzás, a bedugva hagyott elektromos eszközök és a fűtőberendezések rossz műszaki minősége szerepel a rangsorban. Tolna megyében az elmúlt 2 évben közel azonos számú esethez vonultak a tűzoltók. 2018-ban 139, 2019-ben pedig 141 esetben riasztották a Tolna megyei tűzoltókat lakástüzekhez. 2018-ban 2, az idén pedig 4 halálos áldozatot követeltek ezek a tüzek. A szakemberek tapasztalatai szerint a stressz helyzetben, annak ellenére, hogy számtalan figyelmeztetés hangzik el, az emberek rossz megoldást választanak a lángok megfékezésére. A szakértők azt mondják, az odafigyelés lehet a leghatékonyabb prevenció a tűzesetek megelőzésében. Csak semmi felhajtás, kisebb családi körben ünneplünk, válaszolták a megkérdezett szekszárdi lakosok arra, hogy hol szilvesztereznek. Családi körben meghitten, örvendve a szabadnapoknak és őrizve a hagyományokat, lencsét, malacot és virslit fogyasztva ünnepelnek a szekszárdiak. A lencse, a bab vagy bármilyen apró szemes étel fogyasztása szerencsét hoz. A malac előre túrja a földet, vagyis kitúrja a szerencsét. Sőt, kunkori farkát meg is lehet markolni, így aztán garantálhatjuk a szerencsénket a következő évre. A lábas jószág, csirke vagy tyúk fogyasztása azonban tilos, mert az hátrafelé rúg, elkaparja a szerencsénket.
Ilyen és ehhez hasonló szokásokat tartanak sokan szilveszterkor. A lencse az a jövő év miatt, a malac meg hát segít mindenkinek, azt mondják. Vagy legalábbis van egy ilyen mondás, hogy a malac ül szilveszterkor nagyon jó, mert majd jót hoz az új évbe. Lencse, virsli, nagyon sok sütemény, tehát rántott hús, meg hát még ezek a kocsonya. Igen. És ezek miért fontosak, hogy van valami szokás, hagyomány, amit ilyenkor kell tartani, ápolni? Igen, nálunk ez szokás, tehát nálunk nagyon összetart a család. Vannak, akik az év utolsó napján is dolgoznak, ezért a lehető legtöbb időt pihenéssel próbálják majd tölteni. Másnap viszont nem maradhat el a nők köszöntése, mondta ez a szekszárdi lakos. A reggeli köszöntés a férfiak részéről a hölgyek felé. Az első köszöntés. Az új év köszöntőknek mágikus erőt tulajdonítottak régen. Az ősi hagyomány egyében a férfiak és a fiú gyerekek felkerekedtek, felköszöntötték a rokonságot. Azt tartották ugyanis, hogy a férfiak jó kívánsága eredményes, főleg azoknál, akiknek elsőként kívántak szerencsés esztendőt. Ezért sok háznál elsőként csak férfi vendéget fogadtak, mert ők vittek szerencsét a házhoz, a nők csak szerencsétlenséget. Jövő év január 1-től a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedik. A növekedés mindkét esetben 8-8%-os, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Szerdától új benzin lesz a kutakon. A 95-ös benzin bioetanol részaránya a kormányrendelet szerint legalább 6,1% lesz 2020. január 1-től. A dízelhez kevert biodízel minimális részaránya 6,4%-ról 8,2%-ra nő. Az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A töltőállomásokon kicserélik a matricákat, a 95-ös benzin E10-es matrica jelzi az eddigi E5-ös helyett. Egy nagyon régi bonyhádi törzsszurkoló Garai Ferenc emléke előtt tiszteleg a Benga Kupa, amelyet már 29. alkalommal rendeztek meg a Városi Sportcsarnokban. Az esemény időközben két napos lett, és Bonyhád legrangosabb kispályás labdarúgó tornájává vált, amit megyei viszonylatban is számon tartanak. A kispályás teremfoci kedvelői két napon át is kitartottak Bonyhád térségében. A legrangosabb téli teremtornájukon a Benga Kupán nem csak az elődöntőkre, a két döntőre telt meg a csarnok, hanem két napon át tartó előcsatározások során is sokan kilátogattak az eseményre. A főszervező Bonyhádi Sportcentrum vezető nem kis örömére. Zsúfolásig terve volt a nap végén a csarnok, jó volt látni, sok gyerek itt volt, láthatták a szülőket focizni esetleg, apukákat, úgyhogy ez egy igazán jó kezdeményezés. Jövőre 30. lesz. A megyei első osztály alatt játszó amatőrök kategóriában a piros-zöld izményekre épülő a Robi Bár csapata a döntőben a bonyhádi, illetve környékbeliekből álló Pitó Bosz csapatát győzte le magabiztosan 3-0. A másik kategóriában, ahol már megyei első osztályban, vagy éppen magasabb szinten szerepeltek és pályára lépettek, összejött a tavalyi döntő visszavágója. A pirosmezes bonyhádi a kulcsjátékosuk Máté Norbert vezérletével legyőzték a már testvérekre épülő fekete mezes kakasdiakat 4-1-re, így visszavágtak a tavalyi döntőben elszenvedett vereségért. Sikerélményben nincs hiánya mostanság a társaságnak. Nagymányokon múlt héten szerencsére megnyertük a kupát szintén, ma is megnyertük, tavaly a Losonci kupát nyertük, tehát vannak azért affinitása a csapatnak, hosszú távon gondolkodunk, jó korosztály, ez sikeres csapatnak számít. Még láthatjuk őket február végéig több tornán is. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Új játszótér és park a Magasház helyén, azonban még várni kell a használatba vétellel. Karácsonyi meglepetés a beteg gyerekeknek, fényfestéssel kedveskedtek a klinikán. Búcsúztak az óévtől a pécsi bábosok, szárnyas malacnapot tartottak a Bóditában. Levonultak az építők a Magasház helyére tervezett park területéről. December 22-ig kellett befejezniük a beruházást, az a jelek szerint megtörtént, azonban a kerítés marad még a terület körül. 3 éve nyert pályázaton a pécsi önkormányzat pénzt, hogy zöld területet, játszóteret, illetve egy kávézót alakítson ki a Szigeti úton. Erre több mint 100 millió forintot kaptak.
Két kisgyerekkel érkezik ez az apuka Pécs új játszóteréhez. A nagymamához érkeztek az ünnepekre a városba. Pénteken ki akarták próbálni a játékokat a gyerekekkel. Láttuk, mikor jöttek autóval. Késznek tűnt már a játszótér. Azonban a terület körbe van zárva. De másik család is próbált bejutni, sikertelenül. Azt hittem, hogy már készen van teljesen karácsony. De nem úgy, hogy be lehessen menni már ilyenkor. De erre még várni kell, tudtuk meg korábban a Városházán. December 22-én volt az építési határidő. Ezt követően indulnak az átadás, műszaki átadási használatba vételi folyamatok. Ez egy viszonylag szigorú feltételek mentén menő, és a Városháza által kontrollált folyamat. Ezért kell még várnia a gyerekeknek, mielőtt birtokba vehetnék a Szigeti úton megépült játszóteret. Nem is keveset. Ez pontosan egy 30 napos eljárási idejű folyamat, úgyhogy ezt követően már teljes egészében használható lesz véletlenül a játszótér is, és a park is. A tervek szerint január 22-e körül bonthatják el a kerítést a park és játszótér körül. Mint ismert, a volt magasház helyére tervezett parkra 2016-ban nyert egy pályázatot az önkormányzat. Játszótér, park, vendéglátóegység kialakítását tervezték ebből, valamint elektromos töltőállomásokat gépkocsiknak. Ezek valósultak meg most. 3 évvel ezelőtt erre 170 millió forintot ítéltek meg központi forrásból. Évente nagyjából 30 kisgyermek kényszerül az ünnepeket a PTE gyermekklinika falai között tölteni. Az ő gyógyulásukat is segíti, ha az ünnepi hangulat házhoz jön. Balog Réka kezdeményezésére a Fényszórók Visual csapata fényfestéssel hozta el a karácsony hangulatát a klinika belső udvarára december 26-án este. Nem minden gyerek tudta a családja körében tölteni a karácsonyt. A PTE gyermekklinikán mindent megtesznek annak érdekében, hogy elviselhetőbb legyen ez az időszak a kicsiknek. Hát munkával telik. Itt, ha mai napról beszélünk, akkor leginkább dolgoztunk. Azért a vizitek alkalmával ilyenkor kicsit ott van a levegőben az ünnep, úgyhogy előbb újik belülünk a bohóc doktor, meg a kisgyermek, a gyerekorvosokból amúgy is könnyen előbb újik az eféle. Talán a szokásosnál is barátságosabb volt. A PTE gyermekklinika minden osztályán állítottak karácsonyfát, melyek alatt játékok, ajándékok sorakoztak, de a legnagyobb meglepetés a fényfestés volt, ami december 26-án este több órán keresztül vidította fel a kicsiket. Mozgó és állandó alakok, hópelyhek, színes kaméleonok és absztrakt figurák is kerültek az épületek falaira. Azt gondolom, hogy karácsonykor mindenkinek otthon lenne a helye, otthon kellene ünnepelni, viszont vannak gyerekek, akik sajnos ilyenkor is bennmaradnak a kórházba, és próbáltuk kicsit szebbíteni nekik az ünnepet. A sikeres kezdeményezést a tervek szerint ezentúl minden évben megismétlik karácsony másnapján. Bár az elmúlt hetekben szokatlanul enyhe volt az időjárás, az influenza szezon elkezdődött. A házi orvosok már több hete figyelik a betegeknél mutatkozó tüneteket, és jelentik, ha ilyen vírusos fertőzést diagnosztizálnak. Október végén 50 ezer adag védőoltás érkezett Baranyába, ennek jelentős része már egy hét alatt elfogyott, de még mindig igényelhető és a patikákban is kapható. Kassai Veronika azt mondja, idén nagyobb az érdeklődés a vakcinák iránt, mint a tavalyi évben. A megyei tiszti főorvos hozzátette, még nincs járvány, így az oltóanyagot még most érdemes beadatni azoknak, akik eddig nem tették meg. Az orvoshoz forduló betegeknek a 0,4%-a mondható, hogy influenza-szerű megbetegedésbe szenved, tehát gyakorlatilag nagyon kevés beteg az, akinek influenza-szerű tünetei vannak. Ez azt jelenti, hogy a járvány küszöbb közelébe se vagyunk, tehát nincsen még influenza járvány. Ebből viszont az is következik, hogy még mindig nagyon-nagyon ajánlott a védőoltást beadatni. Azoknak is, akiknek ingyenesen jár, meg azoknak is, akiknek a házi orvos felírná. Elbúcsúztatta az új évet a Bóbi Tabáb Színház. Hagyományaikhoz híven idén is a Szárnyas Malac nappal zárták a naptári évet. Szombaton 3 különböző darabbal, bábkészítő foglalkozásokkal, valamint ajándékokkal várták a gyerekeket és szüleiket a teátrumban. Szétrapjuk kis barnás, legyél csak belőle, vitt haza magad a bőrizbe, jövőre karácsony, 12 napját!
Vízkereszt előestén járunk az Elveszett szaloncukor című darabban, ezért énekelnek Karácsony 12 napjáról a színészek. A Pécsi Bóbita Bábszínházban ezzel az előadással zárták többek között a naptári évet, a Szárnyas Malac napon, szombaton. Valós ellen boldizsán! Az előadás után ajándékot kaptak azok a gyerekek, akiknek a nevét kihúzták a kalapból a színészek. Volt egy fiú meg egy lány, testvérek voltak, a fiúnak mindig eltűntek a játékai. Igen, és aztán megoldódott a rejték. Igen. Ezt mondja a darabról a boldog nyertes, aki a bábkészítő foglalkozáson rakta össze az ajándékba kapott Paprika Jancsi figuráját. Sikeres volt a 2019-es év a Bóbitának, mondja az igazgató. A szeptemberben a színi kritikusok a Ludas Matyi előadásunkat választották az elmúlt évad legjobb gyermek ifjúsági előadásának, ami nagyon nagy szó két szempontból is. Az egyik az, hogy vidékre, főleg bábszínházba ritkán jutnak el a kritikusok, minket is egy fesztiválon, a Kecskeméti találkozón láttak. A másik, hogy ugyanilyen ritkán kapnak bábszínházak ilyen jellegű elismerést. Rengeteg gyermekprogram, előadás van minden évben a városban. Ez komoly versenyt jelent a bábszínháznak, Srabó Gábor szerint. Sok mindenre el lehet vinni a gyerekeket, és hát azt kell mondanom, hogy az idei évadban is emelkedett a bérletes számunk, tehát már elértük az 5000-es álomhatárt. Én bízom benne, hogy ez a jövő évben is megmarad. 1994 óta búcsúztatják az új évet a Szárnyas Malac nappal a Bóbita Bábszínházban. Akkor vették fel a nevüket Vörös Sándor gyermekverse alapján. Ezen a napon három különböző előadással és bábkészítő foglalkozásokkal várják a családokat a Szárnyas Malac jegyében. És végül nézzük, miről szólt 2019 utolsó híradója. Idén sem lehet petárdázni, 150 000 forintra büntethetik azt, aki mégis megteszi. Tűzijáték, akár 60 000 forintot is elkölt egy baráti kör pirotechnikai eszközökre. Lakástüzek, 147 eset történt és 4 halálos áldozatot követeltek a lakástüzek az évben. Szilveszter, a legtöbben családi körben búcsúztatják 2019-et Tolna megyében. Szilveszter napján az évszakos átlag körüli hőmérséklet lesz jellemző, felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Este, éjjel csillagfényes égbolt mellett élénk széllökésekkel kell számolni, fagypont köré hűl a levegő. Új év napján ismét derült, hideg idő várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. A szilveszteri ünneplésnél vigyázzanak magukra és másokra is. Minden kollégám nevében boldog új évet kívánok 2020-ra!